Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Hát ne haragudjatok meg, de ez lenne most az igazi, valódi, fontos bejelentés. Nem az előző videó, ott szóval ott nem rosszul mondtam, elnézést, aki azt látta. Ez a fontos, ez a videó, most remélem még nincs késő, este 80, mindjárt feltöltöm. Tehát ez lenne most a fontos bejelentésem. Nem arról van szó, nem kitalált karakter volt ez az egész. Tényleg én vagyok ez, én vagyok ez. Abszolút felvállalom. Csak tudom, hogy ez nem így működik. Tehát nem dobhatom én, csak így nem változhatok meg. Nem lehetek a szöges ellentétem, így rögtön. Mert nem én vagyok ez, csak arra jöttem rá, hogy valahogy a nők mintha nem szimpatizálnának velem annyira. Mintha kicsit kerülnének. És szomorúsággal töltött el ez a dolog. És egy kicsit szerelmi bánatom is van, és ezért azt határoztam el, hogy megváltozok és jobb ember leszek. Szeretnék szimpatikusabbnak tűnni, szeretnék szimpatikusabb lenni a nőknek a szemében, és most ezért fogok lépéseket tenni, ez irányba fogok, ezért szeretnék fejlődni, tényleg megvan bennem a fejlődés, tehát bocsánat, az előző videóban füllentettem. Ne haragudjatok, nem kitalált karakter volt az egész, ez tényleg én voltam, csak rossz belegondolni is. Néhány videómat privátba fogok tenni, nem mind, jó párat hagyok, csak azt mondom, hogy néhány videót így belegondolva, majd látjátok, hogy mi, úgyis, az privátban lesz, azokért elnézést kérek, bocsánat, megváltoztam, elnézést. Néhány videó tényleg azt gondolom, hogy sok volt. Az alapszemélyiségem nem kell aggódni, marad. Tehát nem kell aggódni, tehát ne tessék aggódni. Tehát ez marad, én egy magányos farkas vagyok, de rendkívül romantikus és kedves férfi vagyok. És sajnos szerencsétlen a szerelemben. Ez vagyok én. Tehát eddig is ez voltam, és tényleg úgy gondolom, hogy a nő a prioritások csúcsa. Nálam ez abszolút így van. De tényleg szeretnék én változni, és ezért én lépéseket fogok tenni. Például megírok majd egy Tinder bemutatkozó szöveget, ne tessék. Majd azt is majd arról csinálok videót, egy szép Tinder bemutatkozó szöveget csinálok. Néha azt gondolom, hogy egy kicsit nagyképű voltam, és egy kicsit nem voltam eléggé szimpatikus, úgy érzem, a lányoknak, és azt is nagyon sajnálom, hogyha valakit kellemetlen helyzetbe hoztam. Nagyon megbántam mindent, és készen állok a változásra. Elég romantikus vagyok, tény. És hajlamos vagyok túltolni a romantikát. Sajnos egy nagyon szerelmes lélek lakozik bennem. De tényleg én csak jót akarok, és bocsánat, és bocsánat, és bocsánat, és sajnálom, hogyha valakinek kellemetlenséget okoztam, vagy valakiknek, vagy bármelyik videómra is legyen szó. Egyszerűen tényleg jobb ember szeretnék lenni. És az is leszek. Kövessetek nyugodtan, figyeljétek meg, hogy mire. Elindultam egy úton, azt gondolom. De nagyon nehéz így nekem, mert magányos vagyok, és magányos vagyok, és szerelmes, és szerelmi bánatom van.
és ehhez hasonló. Szóval a szívem az tiszta. A szívem az tiszta. És... és ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!